Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ebben a videóban az apám nem filmezik, én filmezek! De ebben a videóban csinálunk egy szobatour! Az első vlogomba! Vagy a második, mert csak most a másik, az nem probléma! De először, before csinálom a szobatour, megyek inni víz! Először, nézzük ezt! Szépen kisüt a nap! Hello! Mondunk hello, Davis. Say hi! Na, nagyon szépen kisüt a nap, nem másik az első egyetlen, és itt van a hajó, amit az apám mostan csinál. Na, most megyek inni víz. Say hello, Davis. Let's do it. Na, mostan visszamegyünk a szobámhoz. A szobatornak. És megérkeztem. Tedre megszédültem. Gondoltam, hogy így, hogy átvágjuk a videót. Nem átvágjuk, nem bevágjuk. Amúgy, hello, szia, szevasz, üdvözlök videókre ezen a szép napon, délutánon, reggelen, este, ugye attól függ, hogy mikor nézitek. Ez a Lucas videója, gyere üljünk le! Amúgy ez a Lucas videója, a Lucas ugye reggel elkezdte a videót az első második vlogodat, ugye? Ja, én már csontom, az a másik. Ja, a másik vlogot. 15-ben csinált egyet, és ez a második vlogja. Aztán visszanéztük együtt ezt a videót, amit reggel elkezdett, és végül is lefilmezte a szobáját. Ugye az egészet lefilmezte. Mindent. De én úgy gondoltam, hogy ugye nem voltam itthon, tehát nem tudtam neki segíteni. Úgy gondoltam, hogy szerintem egy pár részt vegyük belőle újra, ugyanis a kamera az úgy járt, hogy járt a kamera? Nem. A kamera soha nem járt, hanem a kamera egy össze-vissza járt. Ugye a Lucasnek még kell tanulnia, ugye? Még kell tanulnod. A kamerát, hogy fogjuk a kamerát? Ugye, és már mondtam neki többször. Így, egyenesen. Nem így lefelé, nem így lehet. Úgy, rendesen. Ez jó? Jó. És mikor valamit mutatunk, ugye mondtam neki, mit csinálunk? Én csak mutatom el. Nem csinálom azt. Nem úgy rángatjuk össze, hanem hátrább lépünk. Nem mutatjuk. Nem, de mutatjuk. Várjál. Innét, látod? Én hátrából lesse látni, és nem rángatjuk a kamerát. Nem mutatjuk, majd mindjárt megmutatjuk. Úgyhogy úgy beszéltük meg a Lucasszel, hogy egy részét a videónak, a vlognak kivágjuk, és inkább újra vesszük, hogy élvezhetőbb legyen. Ugyanis, ahogy mondtam, a csatornára nem szeretnék feltölteni zagyvasságot, összevisszasságot. Nem csináljuk, szervusz. Úgyhogy valószínűleg ezentúl a Lucasnek segíteni fogok azokban a részekben, ugye, ahol a kamerát ugye nagyon mozgatja, és előbb-utóbb meg fogja tanulni, ugye Lucas? Ja. Szerintem meg fogja tanulni. Sok helyen. Jobb lesz. Minél többet ugye gyakorolsz, annál jobb leszel. Mi csinálsz? Fixolom ezt a maszkot. Ja, az eltörött maszk. Úgyhogy, ha már a szobánál tartunk, akkor szerintem álljunk neki, megmutatom ugye, vagy te mondod. Én mondom mindent. Te mondod mindent. Én akarom látni, mi van. Na, te akarod látni, hogy mi van. Na, indulunk az ágyonban. Ez, ja. Ez igaziból semmi, én csak aludok itt. Hát én mondják. Az a köntösöd. Ja. Oda fent van. Van három posztrét, ez egy Batman vs. Superman-es. Ez egy Justice League-es, Flash, Cyborg, Aquaman, Wonder Woman, Batman és Superman is. Itt van egy Avengers Age of Ultron. És ez a sok-sok figura a dobozban. Én mondom mindjárt. De nem mondom mindent, mert annyi figurája van a Lucasnek, komolyan mondom. Nagyon gyors. Melyik, azt mondja, hogy melyik a kedvenced inkább. A felső, az a mi a, Zeb Dog? Vagy Kutya Dog? Vagy ja, Dog Cat? Vagy mi? Nagy, ja, a Cat Dog, mert ez nagyon different egy másik pop figurához. Mert sok pop figura csak így, mint egy regular, vagy van a 6 inch, de ez nagyon interesting. Gyönyörű.
És vegyünk tovább, itt van a laptopja, ugye a Lucasnek. Egy percet fár. Jó, te mondjad a te. Az ő videó, hogy csak mindig rám jön, hogyha tartom a kamerát a kezem, hogy beszélnem kell. Nem, megállás nélkül. És amit tudod, ki beszél, Lucas, tudtad vagy nem tudtad? Tudtátok vagy nem tudtátok? Tudod, hogy melyik az a mese, ami egy folytában beszél, és miért olyan, amilyen? A Simpson. Lehet, hogy van egy másik mesés, de én abból vettem észre, és onnét tanultam annak idején. Ugyanis, ha megnézel egy Simpson, tudod meg a Simpson? Ja. Szoktuk nézni. Vannak a legelső részek. És ezekben a részekben, komolyan mondom, hogyha nézed, másak, mint az újabb részek. Tehát az új részek úgy vannak megcsinálva, hogy egyfolytában beszélnek benne, beszélnek, és nincs megállás. És azért olyan, amilyen. Na mindegy, megint beszélek összevisszaságot. De ha gondoljátok, várjál, ha gondoljátok, nézzétek meg egy régi Simpson, meg egy új Simpson, és meglátjátok a különbséget, hogy meghalljátok. És én onnét tanultam, vagy onnét is tanultam, hogy a videóban egyfolytában beszélni kell, és akkor nem olyan unalmas. Na mindegy, értitek, miről beszélek. Itt van a Simpson. Ott a Simpson. A film. Ja, ami a szekrényben, mi van a szekrényben? Mutassuk meg a szekrényt. Sok DVD van. Sok DVD, a ruhákon kívül van sok DVD. 300 gondolom van itt. Mi? 300. Ott 300 DVD, ne hülyeskedjünk. Hát annyi. Én nem is tudtam, hogy ennyi DVD-d van neked itt bent. Hát van sok. Még szerencs, hogy ott az a nagy polc. Jaj, te. Ott. Aztán ez... Ez szép sapka, itt a visszajövőben. Ja, visszajövőben sapka. Na, aztán ezen kívül a fürdőszobában, a fürdőszobát megmutatta. Ja. Úgyhogy én azt mondom neked, hogy a fürdőszobát nem mutatjuk meg még ezzel, a fürdőszoba jelenetet ide belevágjuk most. Úgyhogy ez itt a fürdőszoba. Jó, fürdőszoba! Vágjuk a fürdőszobához. Először én majdnem elfelejtettem mutatni a fürdőszoba. Itt van a bath. Fönt itt van a sink. És a shower. És ott én vagyok. Na, most megyek nézni a komputeren. Na, ez volt a fürdőszoba világosban, ugyanis most este van, és nagyon sokat ugye nem látnátok belőle, mert a villany miatt nem olyan a fény. A sarkot megmutatjuk még a sarkot. Na, mi van a sarokban? Na, sok-sok könyv. Hát, ez nem mind a könyv. Tehát itt is van könyv. Ott is van könyv. És képzelni van az a valami ott. Öt. Valami öt, én majdnem mondtam valami ott. Ez a legelső, nem tudom ki emlékszik erre. Mikor a harmadik évje? Én nem tudom, mikor jön. Ebből, amit küldtünk, nagyon sok embernek küldtünk annak idején ilyen posztert, vagy képeslapot. Itt van a Hollywood tábla. Ezt kaptuk az Amerikába. Ja, ez pedig? Ez a visszajövő posztert az én fejem. A Lucas fejével. A olyan minden, ja, az enyém is van kint. Gyere, rakjuk ezt le, mert engem nem tartani egy kézzel. Júj, majdnem ráraktuk. Na, aztán ezen kívül van sok. Ha akarod látni mind a Blu-ray-em, én beszélek mindról, Lucas Magyar Molna csatornámon te tudsz látni egy nagy Blu-ray. Ja, Lucas csatornájára meg tudjátok az nézni. Az új, képzel. Az új, rendben van. Ezen kívül melyik itt a kedvenc dolgod, és nagyon sok minden van. Az micsoda? A Mario-ba. Ja, tényleg a Mario-ba. Na, van ez, van picit Marvel kártyák. Simba! A Disney crossword. Sok-sok érdekes dolog. Te... Sok akarjuk tudni, mert én kollektálom a popfigurát, és valami más hamar a popfigurához a dorbok. Csak van egy dorb nekem, sokkal. Rendben, ez olyan, mint a másik, csak kisebb, ugye? Fent itt van egy pici Lego figura, a Simpson-es fogképzel. A Wonder Woman, ez a Crash Bandicoot, ja, Crash volt Bandicoot. A videóban. Ez a szép poszterét, az ott grábok. Van egy nagyon szép emlék, én akarom felvenni, de ha csinálom az, nagyon... Hogy lesz lehagyni vissza, és... És mi más? Utolsó dolog. A Frankenstein. Frankenstein, és, meg a DVD. Ja, és van a Blu-ray Frankenstein. Gyönyörű. Szép. Úgyhogy, ennyi? Ja, az ennyi. Ennyi. Ugye gondoljátok, hogy írjátok meg, hogy a Lucasnek hogy tetszett a vlogja. Ugye beszélni tud, keveri az angolt a magyarra, de... Ja, de azért szerintem nem olyan rosszul beszél magyarul szerintem. A kamera mozgáshoz meg majd hozzászokik. Jó.
rendesen, legalábbis nagyon remélem, ugye, hogy majd megtanítom, hogy hogyan kell tartani a kamerát, ugyanis lesznek olyan vlogok, ugye, amikor elmegyünk valahova, és a vasárnapi vlogokat végül is ő fogja csinálni, kezdetekben segítek neki, ugye, együtt csináljuk, de hozzá fog szokni, hogy hogyan kell tartani a kamerát, ugye? Ja. Majd gyakorlunk. És már sokszor elmondtam neki, sokszor jól csinálja, csak sokszor ma megtanulja. Na mindegy, amit akartam nektek mutatni. Átfeltem most a kamerát? Mi? Átfeltem a kamerát? Jó. Ja. Kiviszem őket, kiviszlek titeket oda a konyhába. Nekem kell víz is. Neked... Most igazibó kell. Mi az, hogy most igazibó kell? Na, mennyi? Lehúzzuk a villanyt, lányát, villanyt. Nem egy. Vettem fűnyírót, képzeld el. Én ezt most egy kicsit folytatom a vlogot, ugyanis olyan furcsa, hogy ma nem beszéltem. Legalábbis beszéltem, de nem nektek így a kamerán keresztül. Na mindegy. Ez a videónak ez a fele az én vlogom lesz, így átment a lukőszéből az enyémbe. Vettem fűnyírót, képzeld el, használtam, vettem, és ilyen szép piros, és lehet vele szépen füvet nyírni, ugyanis kipróbáltam. Mondjuk azért fűnyíró, hogy lehessen vele füvet nyírni. Levágtam a füvet, nem lehet látni. Ott van, én ott, látod ott bent, nem lehet látni. Levágtam, aztán utána képzeld el, gondolkodtam, na majdnem neki mentem itt az asztalnak, hogy szegényírót, nem vettem ilyen szegényírót, és itt a kerítés mellett ugye kinől a fű. Nem tudom, valakinek van valami ötlete, az hogyan lehet levágni, csak ez a szegényíróval, vagy valami másfajta dolgot kitaláltak rá, vagy nem. Jól néz ki ugye a fű, de a szegély, ott a sarkok, egy kicsit ilyen túl hosszú a fél, és olyan bozontos. De na minden, lehet, hogy kell néznem egy ilyen szegénynyírót, régen amúgy volt, és ugye azt is eladtam, mikor beköltöztünk ugye oda a lakásba, és most nincsen. Amúgy, mit akartam nektek mondani, ugye nézem a kommenteket, hogy mit írtatok, ugye mondtam tegnapi videóban, hogy változás lesz a csatornán, és sokan írtát, hogy ne hagyd abba, mert ugye szeretjük a videót, nem hagyom ugye abba, csak egy kicsit másabbak lesznek, tehát a heti egy vlog, most ez az én vlogom meg a Lukasz így együtt lesz, és érdekes dolgokról beszélek, ugye ausztrál dolgokról, aztán valaki mondta, hogy inkább mostanában a fiatalabb nézőknek készítettem ugye videókat a fidget spinnerről meg hasonlókról, és ilyen sok embert lehet, hogy nem érdekel, bár azokat a videókat rettentő sokan megnézték, több mint 50 ezeren nézték meg azokat a videókat, amikor a fidget spinnerről beszéltem, ugyanis én azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen fiatalabb korosztály is nézi a videókat, és ahogy szoktam mondani, mindenkinek szeretek készíteni, tehát fiatalabbnak, középkorosztálynak, idősebbeknek, minden korosztálynak, és ez ugye sokszor nem sikerül, bár nagyon sokan mondták, hogy olyan videókat készítsék, amiket ugye én szeretek, és én mindenféle fajta videókat szeretek készíteni, és szoktam mondani, vagy ahogy tegnap mondtam, kivéve unalmasakat. De lesznek majd érdekes videók. A Davisnek a születésnapja, aki jelenleg itt ül. Éreztétek, hogy mikor lesz? Mi a helyzet? Mi csinálsz? Tisztítod magad? Ja, új üveged van, látod? Új üveget kapott. És a régi már régi volt. Amúgy olyan majdnem, mint a régi, csak narancsot tetteje. A születésnapja jövő héten lesz. És ezt a videót, úgyis le fogom finezni, valószínűleg szombaton fogom megosztani, hogy megkapja ezt az autót, ezt a Cars-t. Én nagyon kíváncsi leszek rá, hogy hogyan fog neki örülnek, tetszeni neki. Én szerintem tetszeni fog, nagyon remélem. Ezt le fogom filmezni, és valószínűleg a szombati vlogban megosztom. Szerdán pedig hasonlító videó lesz megint. Össze szeretnék hasonlítani dolgokat, ugye ausztrálokat a magyarokkal. Arra gondoltam, hogy csinálok egy videót az elektronikai termékekről, és hogyan lehet itt megvásárolni, meg ugye Magyarországon. Ugyanis én a MediaMarktot találtam, tehát ha van valakinek valami ötlete, hogy mi nálatok az az online bolt, amit ugye meg tudnák nézni ugye Magyarországon, én a MediaMarktra emlékeztem, úgy hívják, ugye, hogy MediaMarkt. Ugyanis oda szoktam bemenni egyszer-kétszer, mikor Magyarországon voltunk, ugye visszamentünk nyaralni. Más ilyen boltot, ilyen nagyobbat nem ismerek, de hogyha valaki tud valamit ír a videó alá, írjátok meg, és összehasonlítom azt, ami én kell. Úgyhogy, na mi a helyzet? Szervusz, Ivan, itt áll? Ezt a mai videót azt mondom, hogy lassan befejezzük, ugyanis végülis ez a te videód. Ja, csak átvettem a kamerát. A kamerát látok, nem tudom megállni, hogy ne fogja meg és beszéljek neki. Már mindegy. Úgyhogy most nem más tudom csinálni, mint valószínűleg meg fogunk vacsorázni ugye szokás szerint. Szervusz, nézd, bejött a Davis is. Ez új igazol. Ja, hát ma kapta, nem? Ugyanis délután elfutottunk a boltba, és mikor hazajöttünk, utána néztem vissza a Lukasszal a... ugye mit szerkesztett, vagy így filmezett videót,
És azért gondoltam, hogy inkább újra veszem, mert ahogy mondtam, összevisszaságot nem szeretnék ugye feltölteni ugye ide a csatornára, és lehet, hogy sokan, ugye, sok emberek ugye nem tetszett volna, hogy a kamera rángatózik össze-vissza. Ahogy mondtam, a Lukasznak még kell tanulni, de segíteni fog ezekbe a vasárnapi vlogokban. Segíteni fogok neki ezekben a nem vasárnapi vlogokban, csak vasárnap osztom meg ugye ezeket a videókat. Ugyanis én szeretném, hogyha Lukasz megtanulna rendesen videózni. Még tudom, hogy ugye még nem olyan idős, tehát még nem olyan tizenvalahány éves, és azért szeretném, hogyha most tanulja meg ugye, hogy hogy kell vlogolni. Lehet, hogy nem fog vlogolni, de legalább meg tud beszélni, nem meg tud, megtanul beszélni ugye a kamerához, meg ugye mindenkihez. Ugyanis hiszed vagy nem, de ha néztél egy régebbi videót én tőlem, olyan furán beszéltem a videókon. És minél többet beszéltem, ugye minél többet beszélsz a kamerához, hozzászoksz. Eleinte rettentően olyan izgatott voltam. Egy videót elkezdtem, komolyan mondom, majd 10-szer vagy 20-szor, mire el tudtam csak kezdeni, hogy mit akarok ugye mondani. Nehéz volt. És valószínűleg ugye Lukasz is, nem hiszem, hogy úgy van, mert Lukasz ugye felveszi a kamerát. Lukasz az tud beszélni, tehát nem olyan félénk, vagy nem tudom, hogy mondjam mi, ugye én voltam annak idején a kamerához, de mindenki azt kell megtanulni, hogy hogyan kell inkább videózni. Nem az, hogy beszélni, hanem videózni. Na mindjárt, értitek, mit mondok. Na mindjárt, befejezzem ezt a mai videót, ugyanis lehet, hogy egy kicsit túl hosszú lesz, mert csak túl sokat beszélek, és semmi érdekeset nem látok. És pont tegnap mondtam meg, ma is, hogy unalmas videókat nem szeretek készíteni, csak gondoltam, hogy valamit inkább megosztok veletek, mint hogy egy nagyobb, rövid, ugye Lukasznak a videót, ilyen 3 perceset, vagy 4 perceset, ami rángatózik. Azért kiegészítettem a mait. Na mindegy, úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, hogy a naphatja reggelt. Jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani, de megkeressük a Lukaszt, mert majdnem elfelejtett, hogy ez nem az én videóm, úgyhogy ő is el tudjon köszönni tőletek. Na szervusz, befejezzük ezt a mai videót, rendben van. Jó, remélem, hogy tetszett, látok egy másik videóban. Jövő héten, mostanában. Jövő héten. És jövő héten milyen videót készítünk, valamit az iskoláról, ugye? Lehet, hogy a házi feladatról. Vagy írjátok meg, hogy mit szeretnétek látni, hogy a Lukasz mit filmezzen ide a videó alá legközelebb. Lent a kommentekben. Ott lent a kommentben. Nekem a házi feladat az ötletem, de ha valakinek van valami jobb ötlete, nyugodtan írjátok meg. És nem tudok bevinni egy kamerát az iskolába. Ja, a kamerát az iskolába nem tudja bevinni, úgyhogy azt sajnos nem tudjuk. Na mindegy, mára ennyit. Sziasztok! Hol vagy? Nem látlak. Ez az én videó. Én azt tudom. Sziasztok!